A Szomhull végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet a megyeszékhelyen és 42 környékbeli településen. A vonzás körzetben már tavaly bevezették a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét, a lakók külön zsákokban helyezik ki az újrahasznosítható szemetet. A tapasztalatok pozitívak. Az idei évtől Petőfi telepen, Újperinten, Bogáton, Gyöngyös-Hermánban, Szentkirályon, a Szőlősi és a Zanati úti város részeken is havonta egyszer házhoz megy a szelektív gyűjtőautó. Ez 3750 háztartást érint. A kezdeti tapasztalatok megvallom őszintén nem voltak túl rózsásak, de most úgy ítélem meg, hogy kedvet kaptak ezen a településeken élő, vagy városrészben élő lakosok, és egyre nagyobb mennyiségű hulladékot tudunk így begyűjteni, ami újrahasznosítható. Ilyen sárga zsákokba kerül a papír, műanyag és fém hulladék. Később válogatják, majd újrahasznosítják. A szemétszállítás napján a Szomhull munkatársai új zsákot tesznek minden postaládába. A rendszer gazdaságos, hiszen így kevesebb hulladék kerül a kukákba, és kényelmes, mert nem kell a gyűjtőszigetekig autózni. A vállalatnak már van egy szelektív gyűjtőautója, most újabb beszerzésére nyertek pályázati forrást, közel 65,5 millió forintot. A jármű jövőre áll munkába. Igazából akkor hatékony a dolog, hogyha a hulladékot termelő, tehát mi egyszerű emberek, egyszerű lakosok, már úgy tesszük le a hulladékjainkat, hogy azok szétválasztódnak. Na, ehhez ad lehetőséget ez a szelektív hulladékgyűjtő módszere. Környezetünk megóvása fontos feladat. Ennek érdekében népszerűsíteni kell a szelektív gyűjtést, hangzott el a sajtótájékoztatón. Jövőre újabb városrészekre és a lakótelepekre is kiterjesztik ezt a rendszert. Gyűjtőzsák a Szomhull ügyfélszolgálatán kérhető.